Szia! A 113. videót látod a hangdalából, ebben az évben legalábbis a 113. <kül> És ezt a videót most Szalai Petinek küldöm szeretettel, persze neked is mindenkinek küldöm, de neki különösen, mert erre ő kért fel, hogy csináljam. És a videó témája az orr rezonanciák. Tehát sokan azt mondják, hogy orhang. Én szeretek ilyen dolgokban pontosabban fogalmazni. Tehát nem orhangot mondok, hanem orrezonanciákat. Tehát az orhang az úgy keletkezik, hogy a nyelvünk közel kerül a szájpadlásunkhoz, és ez kerülendő. Na most sok énekmester meg énekes valahogy nem gondolták végig az orhang és az orrezonancia közötti különbséget, ezért azt hiszik, hogy az orr rezonancia az, az egyenlő az orhanggal, és ezért kerülni kell. Na most ebből rendkívül nagy problémák lehetnek, és a Szalai Peti pont ezért keresett föl ezzel a dologgal, mert olvasott valamit egy lebilincselőkönyvből, egy svéd énekes írta, és arról írt, hogy egy német énekmester ez elment, és akkor az a német énekmester azt mondta, hogy hm, hát így két évet fog énekelni, jobban az orrába kéne rakni a hangot. És akkor hát az szerző nem értette, hogy miért fontos ez, meg miért kell ez így, és azt is mondta az énekmester, hogy az F egész másképp hangzik, mint a többi hang. Jó van. Hazament, és aztán egyszer csak azt tapasztalta, hogy elment a hangja, és utána megszállottan kezdte kutatni a témát, hogy mit jelent az, hogy az orba rakni a hangot, és akkor a Szalai Peti a Messengerben megkérdezte, hogy akkor tanítsam őt énekelni. És mondtam neki, hogy hát így messengerben, írásban nem tudom valahogy nem olyan jó hangképzést tanítani. És akkor az volt a Peti ötlete, amit abszolút fantasztikus, brilliáns östnek, ötletnek érzek, hogy hát akkor készítsek erről egy videót. Úgyhogy most ezt a videót nézed, amit erről készítek. Tehát mit jelent az, hogy orrezoncia? Tehát ugye itt vannak az orr üregek, és itt vannak az arcüregek. És hogyha akarom, bele tudom rakni a hangot ide. Ha meg akarom, akkor nem rakom oda a hangot. Persze most lehet is figyelni, ahogy csináltam, hogy sokkal kisebb lett a hangnak az energiája, hogyha Hmm, nem raktam ide a hangot. Tehát ez az orrezonancia az, amitől nem kéne egyetlen énekesnek se, meg énekmesternek se félnie, mert mm -hmm. oh, yeah. Itt olyan üregek vannak, amit igenis meg kell nyitni, és használni kell, mert így sokkal kis, tehát nagyon kevés energiával tudunk nagy hangerőt elérni, és így nem fárasztjuk le a torkunkat. Ezért mondta azt a németének, mester a svéd szerzőnek, hogy be kéne az orrezonanciákat. Lehet, hogy nem orrezonanciát mondott, hanem hogy helyezze az orba hangot. Én úgy fejezem ki magam, hogy orrezonanciák. Ugyanis az én tanításomban többféle rezonáns terület van. Az egyik az az orr és az arcüregek területe, amit az olaszok maszknak is hívnak. Hmm, maszk. Ugye, tehát, hogy ott van a maszk, nagyon fontos rezonancia, hogy mm, megnyissad ezt a területet. Tehát amikor az órezonanciát használod, akkor például, mm, úgy meg is nyitod az órodat, és úgy jobban be tud menni a hangoda és jobban tudod zengeni. És az fontos ez a engedés. Remélem, hogy a Peti elégedett lesz most a magyarázatommal, meg ezekkel a kis hangokkal is megmutattam neki, hogy hogyan tudja kigyarokorolni. Az orrezonanciáit. <kül> a lényeg az, hogy amikor énekelsz, Peti, akkor figyeld, ahogy megnyílnak ezek a belső rezonanciák, és használd őket. szebb és több lesz a hangot tőle, és kevesebb erőbedobással nagyobb hangerőt tudsz csinálni. Kívánom ehhez a sok szerencsét és a jó gyakorlást, a zene legyen veled kedves nézőm, kedves hallgatom és kedves Péter. Fekete Kisándor voltam, a hangdalainek mestere. Szia!